Jó napot kívánok! Ha megengedik, ott folytatjuk, ahol tegnap abba hagytuk Vlaszák Gézával. Pécsi Dózsás évekről is beszéltünk, ottani kapus karrierről is. Miért, hogyan jöttél vissza Kanizsára? Hát ami a legfontosabb volt, hogy én nem szerettem a második lenni. Azt a helyzetet én nem szerettem a másodiknak lenni, és gondolkodtam, hogy hogyan, merre, miképpen, de közben ugye 22 éves lettem, jött a udvarlás, ugye, és akkor megházasodtam, és akkor Pécset, lakást is kaptunk volna, de úgy nézett ki, hogy nem olyan egyszerű a dolog annó akkor, és akkor úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy hazajövünk Kanizsára. Pedig Komló, Szekszárd, Kaposvár szívesen látott volna engem, mert azért egész jó hírem volt. De nem, én akkor arra gondoltam, hogy Kanizsára jövünk. Én egyébként is ezt a város nagyon szerettem. Gyerekkorban kerültem ide, ez a város engem megfogott, a kanizsai futball, és hiányzott is én nekem ez a város, és akkor visszajöttünk ide. Na most ugye én a Bányásztól igazoltam el, úgy gondoltam, hogy a Bányászhoz is jövök vissza. A 65-ben épült itt ez az a új pálya, és akkor, amikor én 68-ba jöttem, akkor már itt működött fönn, és egy jó NB3-as csapat volt. A harmadosztályú, magasabb szintű volt, mint most az NB2, sajnos. Tehát egészen jó csapat volt. Na de viszont működött a NVTA is, a vasútpályán. És az is egy egészen jó csapat volt, majdnem egy szinten. És akkor itt a Bányásznál mondják nekem, hát maga innen ment el, talán nem is kéne ide visszajöjjön. És akkor én így kerültem a MÁV-NTL lett már akkor, nem, akkor még NVTA volt, utána lett MÁV-NTL, de NVTA ez. És akkor a következő volt a helyzet. Na ez nagy sztori, mert érdemes. Abban az időben úgy volt, ha eligazolt valaki, akkor egy évet kellett várni, ha az egyesület nem járul hozzá. Tehát nem úgy volt, mint most, hogy ennyi pénz, meg annyi pénz, nem volt semmiféle pénz. A Pécsi Dózsa nem járult hozzá, hogy én ideigazoljak, mert mindenképpen vissza akartak hívni. A Kovács Imre lett az edző. Kovács Egy Imre, nem tudom, hogy mond-e valamit. MTK játékos volt. A Bozsik mögött volt mindig tartalék a válogatottban. Ő egy nagyon szigorú ember volt, és lejött hozzánk ide Nagykanizsára. Akkor még kilaptunk az anyósom, még már Kiskanizsán, és lejött, és hát mindenképpen vissza akart csábítani. Hát én meg makacs voltam. Már akkor is? Akkor is makacs voltam. Tehát én nem szerettem a másodikat, de majd később is elmondom, hogy például én még nem lettem pályaedző, sose voltam pályaedző. Hát pontosan ezért, illetőleg másért is. És akkor úgy döntöttünk, hogy akkor NVTA, egy évig nem játszottam. Egy évig nem tudtam játszani bajnokit, és akkor az volt, hogy nekem már akkor kijött belőlem az edzői véna. Mondták, hogy itt van a serdülő csapat, és akkor én amit ugye tapasztaltam, edzőktől láttam, körülbelül azt oda levittem ott a serdülőkhöz. És nagyon ügyes játékosok voltak ott is, például a Csepregi Laci, aki fölkerült onnan a Honvédba, válogatott lett, és utána az ETL-be is játszott. Tehát például a Vargáik, még több is. Tehát egy év végén akkor edzősködtem már, mindenféle végzettség nélkül. De jó. De 20 néhány éves voltál ekkor. 23. És akkor egy év után leigazoltak akkor meg már MÁV-NTL volt, mert ez pontosan 69-ben lett NVTA-ről MÁV-NTL. És akkor olyan meccseket játszottunk, hogy NVTA-be védtem a Bányász ellen. Hatalmas meccsek voltak, óriási derbik voltak. 2-3 ezer néző volt akkor is, itt is, meg ott is. Egyszer mi nyertünk, egyszer a Bányász, stb. És akkor 72-ben, tehát én tulajdonképpen ott voltam 3 évet. És akkor 72-ben hívtak engem ide a Bányászhoz. Bocsánat, akkor lett olajbányász. Tehát én már olajbányászhoz jöttem vissza,
A Kovács Győző bácsi volt az elnök, legendás jó kapus volt onnó az ő idejében, a Németh Lajos pedig volt az edző. És hát, hogy én mégiscsak hát bányát, olajos nevelés, stb. Pedig én jól éreztem magam ott önálluk, a Vasútnál, és akkor ide visszaigazottam. Na, akkor indult el Kanizsán tulajdonképpen az aranykor, úgynevezett aranykor. Egy év alatt megnyertük az NB2-t, a Németh Lajos vezetésével, és felkerültünk az NB1-B-be, amelyik akkor nagyon jó osztály volt. Hát csak a csapatokat mondom neked, Ganzmávok, Egyetértés, Spartacus, a pestieket mondom, a Békés Csaba, a DVRC, Eger, Diósgyőr, Mávdac a Dunántúlon, hatalmas. Na akkor indul be az, hogy 4000 néző, 5000 néző, 6000 néző, 8000 nézők voltak az NB1-B-be. És akkor Németh Lajost követte a Konta Károly, aki szintén egy régi nagy futballista volt a Vasasban, ő meg a Vasasban volt. Egy évig volt a Konta Karcsi bácsi, és akkor ő elkerült Szegedre, például Szeged. Hát ez nagyon jó csapat volt. És akkor a Kunos Ferencet sikerült megnyernünk, ő MTK-s nevelés volt, MTK játékos is volt, óriási ember volt, a Herreránál volt tanulmányúton, abban az időben ő volt a világ egyik legjobb edzője, a védekező játék feltalálója, emlékszel rá. Nagyon jó szakember volt, és jó csapatunk volt, aztán sajnos történt egy tragédia, a Kománovics Gyuriék elmentek egy meccsre szombaton, ZTE Újpest NB1-es volt akkor már, a ZTE, mi meg NB1-B. És a délelőtt volt egy ilyen taktikai értekezlet szombaton, mert úgy szokott lenni, másnap volt a meccs, a Spartacus jött le hozzánk vasárnap, és az edzőnk mondta, hogy nem mehet el senki Zalaegerszegre erre meccsre, készüljünk mi rá a holnapi meccsre, hagyjuk ki. Sajnos hárman úgy döntöttek, hogy elmennek autóval, új autója volt. Most már mindegy, a Németh Bandinak szegényem, és akkor halálos balesetet szenvedett a Gyuri. Ez volt szombat délután. Nekünk meg meccsünk volt vasárnap délután itt. Akkor nem lehetett elhalasztani meccset. Ma ilyenkor majd lejátszuk máskor. Akkor nem lehetett, szó se róla, le kell játszani. Na, hát az egy nagyon szomorú meccs volt itt. Egy nagyon jó futballistát veszítettünk el a Kománovics Gyuri személyébe. Golerős, nagyszerű játékos volt. Na most akkor kellett nekünk játszani másnap. Hát az nem volt egy kellemes délután. Egy-egy lett a vége, és sajnos ez a dolog meghatározó volt a második fél évünkre. És akkor télen elküldték a vezetők az edzőt, a Kunos Ferit. Hát problémák voltak vele. Egyébként szakmailag egy nagyszerű volt, de egy ilyen ideggyenge, beteges ember volt, akkor derült ki, tehát nem bírta a stresszt, és fél év múlva öngyilkos is lett. Tehát ilyen dolgok is voltak. És akkor ideglenesen a Harc János vette át a csapatot, ő egy régi bányász játékos volt. Nagyon jó szerepeltünk, hatodikok voltunk, ami azt jelentette, hogy élcsapatnak számítottunk, mi az NB1-B-be akkor. Rengeteg néző volt. És akkor követte őt a Lantus Misi bácsi, hát ő aztán nagy legenda volt, le lehet mondani, ugye aranycsapat balhátvédje, gólokat rugott, 47-szer volt válogatott, és akkor jött be a követelményrendszer. Erről hallottál, csak gondolom, mert... Hallottam, én még akkor nem is értem. Így van. Bejött egy olyan követelményrendszer, hogy a Kutas Pista bácsi volt az MLS elnöke, egy régi ávós ember, a politika, ugye. És ő egy nagyon kemény ember, mert azt mondta, hogy nincs erőléte a válogatottunknak. Holott ragyogóan mentünk. Az a válogatott, ez 75-76. 72-ben kint voltunk ugye Spanyolországban. 78-ban kint voltunk Argentinában. Argentinában, igen. Barótékkal. Hát ilyen csapataink voltak. Az Újpestben volt a Bekbe, a négybe.
bajnokok Európa kupájában 4-be, és nem volt megelégedve. És akkor találták ki, hogy az országban minden NB1-es, NB1-es, meg NB1-B-s csapatoknál kedden 3200-t kell futni időre. 12 perc alatt meg kell lenni, csütörtökön 30-szor 30 méterek vannak, aztán meg a levélteszt, amit ide-oda futkostunk ottan, tehát a legfontosabb volt az erőlét fejlesztés. Ez azért sokat nem használt a labdarúgásnak, azt hiszem. Semmit nem. Nem használt semmit, de hát kellett csinálni. Na most a Misi bácsi egy áldatú ember volt. Egy áldatú ember volt, és akkor járt a TF-re szakedzőire, Mezei Gyurihoz járt, mert ő már akkor tanár volt, a Gyuri. A TFM, és hát hogy ezt meg kell csinálnunk, mert hasznotok le, stb. Na most olyan sztorik voltak, hogy a kapusok, mivel nekünk nem kell annyit futni, a fele elég. Tehát akkor 1002-nél, vagy 1006-nál mondta a kapusok szája neki, és akkor történtek olyanok, hogy a Visi bácsi oda szól nekem, hogy jó, hogy a felénél kiszálltok, de húzzátok meg őket. Most gondolhatod, hát aztán hol meghúztuk, hol nem. Szittak bennünket, ugye, akik nem szerettek futni. Na, ilyenek voltak, na, de viszont jól mentünk. Hát olyan jól szerepeltünk, hogy csak na. Milyen volt akkor a futball hangulat? Óriási volt. Mondtad, hogy 4-5-6-8-10 ezer ember volt. Nyilván szerettek benneteket. Igen, lehet mondani. Na, nagyon jó. Hát készültünk ugye a meccsekre, mintha a VB döntőre készültünk volna. De szinte mindenki. Jó, nem mindenki. Mindig. Jó, zsiványok mindig vannak. Mindig voltak, de elvittük azt is. Elbírtuk azt is. Nagyszerű játékosok voltak. Nagyszerű. Jó volt a védelmünk. Laszák, Kovácshegyi, Simon, Doszpot, Müller, ez országhírű volt. Ilyet országos hírű volt. Hát elsősorban azért, mert nagyon kemények voltak ott a védők. A Simon Józsi, a Kovácshegyi, a Doszpot, a Müller volt köztük a legjobb futballista, aki annyira nem volt kemény, ő jól is játszott. Ez a három, ez nagyon kemény volt, tehát annyi szabadrugás nem kellett védeni senkinek, mint nekem, sokat. Tehát rengeteget. Na de olyan jó csatárok voltak, hihetetlen. Olyan jó csatárok voltak mindenhol, Egerbe, a Szolnokba. Hát óriási meccset játszottunk itt a Szolnokkal, például a Szolnok. Szendrei védett, aki aztán később Újpestbe. Aztán ragyogó futballisták. És meccs előtt a Misi bácsi, pontos Misi bácsi, elővette egy jelvényt, egy arany jelvényt, Olympiakosz jelvényt, mert ő ott volt kint, azelőtt pályaedzője volt a Bukovi Marci bácsinak. És onnan volt egy ilyen jelvény, és megcsinált, azt mondja, hogy ha nyerünk, a csapat legjobb játékosa kapja még ezt az aranyjelvényt. Máig megvan a jelvény. Te voltál? Én voltam. 1-0-ra nyertünk. 1-0-ra nyertünk, hát jó volt. Fantasztikus. És lám-lám, ugye tegnap beszéltünk arról, hogy az aranycsapatnak, amikor itt egy hírverő meccset Igen. játszott, labdát szedtél azon Igen. a meccsen, Igen. és azért az aranycsapat játékosai azért elkísértek a pályafutásod során, lámlontos is. Lámlontos is, így volt. Ez valószínűleg a sors keze. Hát a sors ilyen, az élet a legnagyobb rendező, ezt tudjuk mindannyian. És akkor még egy óriási élmény volt, amikor itt volt a magyar válogatott, az meg 77-ben. Amikor Zalaegerszegen volt a Magyarország-Bulgária, előtte Szerdán, itt játszottak az Olajbányász ellen. Mészáros Géci volt a két kapus. A Géci Pistával én az ifi válogatottnál találkoztam, de ő egy évvel idősebb volt. A Géci Pistával nagyon jóban voltam, aki aztán tudod a Ferencvárosba védett, a Mészáros meg a Vasasba. A Fazekas játszott abba a csapatba, a Kű Lajos. Játszott, aztán még a többiek. Ez egy nagyon jó csapat volt. Ilovszki Rudi bácsi volt az edző. Tele volt a stadion. A vége 3-0 lett oda, de a fél időig alig tudtak egyet rúgni. Nagyszerűen ment hátul a dolog. A mérkőzés előtt bejött hozzá Rudi bácsi, és ugye hát elmondta, hogy hát örülünk, hogy itt vagyunk, már mint ők is, udvariasan. Azért megkért bennünket, hogy tudja, ismeri a mi védőinket, hogy azért egy kicsit
nem kell olyan keményen játszanunk. És akkor így is lett. Tehát tulajdonképpen 3-0 nyertek, tele volt. Tehát a válogatott akkor is itt volt. Úgyhogy ez is egy nagyszerű... Futball hangulatra visszatérve, mert ez a gondolat. Igen, hangulat fantasztikus. Onnan indult el, hogy ti ebben az időben ilyen kiemelt, ha nem is hivatalosan, de gyakorlatilag azért mindenki tudja egy városon belül, hogy ki az, akire igazán föl kell nézni. Ti ilyen kiemelt státuszú emberek voltatok? Tehát, hogy a piacon kaptál mondjuk 2 uborkával többet? Most csak leegyszerűsítem. Értem. Hát... ez mindig megvolt. Megvolt mindig, hogy a régi bányászban is, ugye a Kerkai Pista legjobb játékos, stb. Ez ugyanúgy megvolt nálunk is. Komárnó is volt a legjobb játékos, de ugye meghalt szegény. Utána a Füle Lajos volt az egyik legjobb játékosunk. Aztán a többiek is. Tehát tulajdonképpen gyenge poszt nem is volt. Abban az időben gyenge poszt nem is volt. Hát de biztos, hogy volt, aki kihasználta, hogy ő ismert. Hát jó, hát persze, kihasználtuk. Mindenki kihasználta. Jó, hát abban az időben ez volt a korszellem. Hát az volt. Hát, persze. Hát nem volt telefonunk, akkor most csak úgy elmondom, hogy valóban így volt, mert nem volt telefonunk. És akkor nem olyan egyszerű volt telefonhoz jutni, és volt a Szirtes Pista bácsi, régi bankember, jött velünk mindig idegenbe, egy nagyszerű ember volt. Aztán így keddi napon lejött a pályára, épp egy győztes meccs után voltunk, és akkor hogy vagyunk, Géza, mi a... Hát mondom, Pista bácsi, jók vagyunk, nincs telefonunk. Jó, azt mondja, akkor lesz telefon, lett egy ikertelefon. Tehát ilyen téren valóban így volt. Az is igaz, hogy a lakáshoz is könnyebben jutott a futballista. Tehát, hogyha ide jött valahonnan egy futballista, hát lakni kellett. Hát akkor annak volt lakás. Jó, csak ugye abban az időben most a fiatalabbak kedvéért mondjuk igen. Akkor a profi játékosok is lényegesen kevesebbet kerestek, mint ma, mert nem voltak profi játékosok. Ugye nem volt fizetés, vagy ha volt, akkor nagyon-nagyon minimális pénz volt. És igazából ezek a kvázi előnyök jelentették azt, hogy az ember megfizetik idézőjelben. Egy futballista nem tud meggazdagodni, az NB1-ben sem. Tudnék, a következőképpen működött a dolog. Cégek, tehát bocsánat, vállalatok voltak, még a cég szó nem is volt, vállalatok magukhoz vettek játékosokat. Hát ugye sportállásnak hívtuk ezt később. Később lettek. Akkor fölvették hegesztőnek. Nem tudott hegeszteni. De honnan tudott volna hegeszteni az ember? Más volt a foglalkozás. Tehát fölvették, és akkor ott egy olyan átlag szakmunkás bért adtak. Tehát átlagot. Nem a legjobb bét kapta, egy átlagot, és az egyesületnél viszont egy időben volt például kalóriapénz, ami havi 100 forint, 200 forint, heti, és az fölment mondjuk 800-ra vagy 1000 forintra, de a 70-es évekről beszélünk, tehát ott mondjuk azért többet jelentett. És volt a meccspénz. Most az mondjuk jó volt, mert például 70-es évek közepén mi egy győztes meccset, per koponya 1200-ért játszottunk itthon. Az akkor egy tisztes? Az nagyon tisztességes volt. Tehát tulajdonképpen lehetett vele keresni, de senki nem gazdagodott meg. Nem is azért csináltátok? Nem. Tehát akkoriban sokkal nagyobb volt a labdarúgás iránti alázat, meg a szeretete bennünk, mint... Na, de hát változott minden. Hát változott, máshol dolgozik ma az esztergályos, másképp dolgozik mindenki, mint annó akkor. Más lett a világ ugyanez a labdarúgásban is. Tehát nekünk akkor egy tisztességes állásunk volt. Aztán később kitalálták, hogy nem szabad bemenni dolgozni. Tehát bejártunk. Például a Pécsi Dózsát, csak most említem a Pécsi Dózsát, a Pécsi Dózsa rendőrcsapat volt, tehát BM csapat volt. Nekünk 6-7 játékosnak, a másik 6-nak az észbányászhoz kellett, tehát a uránbányába, de ott nem kellett lemenni, ott kapta a pénzt. Viszont a rendőrségen meg nekünk be kellett menni, aznak a 6-8 embernek, különböző osztályokon. Mi hármunkat, a Lutz, a Rónai Pista, meg én igazgatási osztályra kerültünk, személyigazolvány. Osztára, azon belül személyigazolványra, és ilyen kartonokat kellett írni, amit behoztak személyigazolványt. Csak úgy mondom, hogy dolgozni kellett.
Következő volt a munkarend. De akkor te, bocsánat, te nem számítottál rendőrnek? Nem, hanem azt akarom, ma már ilyen polgári alkalmazottnak nevezni. Akkor is az volt a hivatalos polgári alkalmazott, Isten őrizzen. De későbbiek, akik ott maradtak, beálltak rendőrnek. De hát én nem. tehát 8:30-ra kellett menni, és akkor ott kellett lenni 12:00-ig. 12:00-kor le kellett mennünk a pályára, a Tüzér utcába, amelyik egy salakos pálya volt. NB1-ről beszélünk is. És ott volt az edzés, ez a vége volt a napnak. A meccseket meg a PVSK stadionban játszottuk akkor. Az mondjuk füves volt, az NB1-es meccseket. Azért, na azt mondta, és akkor itt is, amikor már később, itt is az volt a kögáz, a sörgyár, a állami gazdaság, Izzó vett fel játékosokat. 4-et, 5-öt, tehát mindenkinek volt egy ilyen. Nekem a kögáz volt például, de aztán én be is jártam, meg én a futball mellett azért végeztem iskolákat is, azon kívül, hogy az edzőit, meg a szakedzőit csináltam a TFN. Én gázipari technikusi vizsgát is tettem. Tehát érettségim akkor már volt, és akkor különbözetivel, olajipar meg a gáziparban tettem egy ilyen különbözetit, és akkor én gázipari technikusként, és egy nagyon jó állásom volt nekem már akkor. Akkor tehát, gyakorlatilag te értettél is ahhoz, ahova kerültél. Tehát én nem úgy voltam már, hogy na ez a futballista itt meg minden, engem akkor már kezdtek elismerni, mint normális civil embert, és akkor tényleg így is volt, úgyhogy én ezért dolgoztam mást is, nem csak a futballt. Innen folytatjuk, jó. Most beléd folytom a szót, sztorizzunk még, ne veszítsük el a lendületet a következő adásig. Ha van kedvük múltat idézni, meg Vlaszák Géza történeteit hallgatni, szerintem több-több évtized kor dokumentuma is így verbálisan elénk tárul, és hát természetesen a futballhoz kapcsolódóan, akkor várjuk Önöket holnap is így, 7:30-tól, meg az ismétlésekben is, viszontlátásra. A műsor dekorációját a bíborvirág készítette.